Betlehemezés a Sóstói Múzeum faluban. Ez volt az első karácsonyi rendezvény a Skanzenban. A tervek szerint lesz folytatás, így ezzel az állandó programmal bővülhet a Múzeum falu rendezvény kínálata. Látogatókban 2023-ban sem volt hiány, a 100 000-es nézőszámot is túllépte az intézmény. A Múzeum falunak 8 saját rendezvénye van, ami főleg ugye jeles naphoz kapcsolódik. Megvalósítottuk a tájházak napjához kapcsolódó workshopunkat is, részt vettünk a kulturális örökség napjaiban is, és a Múzeumok Köszi Fesztiváljához is csatlakoztunk több elemmel. Mindemellett 29 külsős rendezvénynek adtunk otthont, amiben tevékenyen is részt vettünk, tehát kértek célirányos néprajzi tartalmú programelemeket is, ezért külön hálásak vagyunk, örülünk, hogy úgy mutathatjuk meg a falut, hogy vannak benne olyan tartalmak, amiket valóban mi küldetésszerűen képviselünk. 640 múzeumpedagógiai foglalkozást valósítottunk meg, több mint 14 000 diák volt a vendégünk, óvodáskortól a felsőoktatási korosztályig, és hát természetesen a iskolai közösségi szolgálatnak is közkedvelt helyszíne voltunk. Fontos eredmény volt 2023-ban, hogy több felsőoktatási intézménnyel elevenítették fel a kapcsolatot, vagy kezdtek új együttműködésbe. A kihelyezett órákon néprajz, történelem és óvodapedagógus hallgatók is részt vettek. Az oktatásban való szerepvállalás mellett nagyszabású kutatásba is kezdtek a Múzeum falu munkatársai. A kutatásokról, ha beszélünk, akkor nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy terepre mehettünk. Így mehettünk el a szatmári falvakba. Kiemelem ezek közül is Válajközséget, ahol tudatos gyűjtésbe kezdtünk el. Adatközlőket is találhattunk, és célirányosan a szatmári sváb kutatást vettük górcső alá. Úgy gondolom, hogy nagy lépéseket tettünk ez irányba is, és hát bizony megszületett az a vágyálom is, hogy ezt bemutassuk egy portál segítségével. Megterveződött, elkészült az engedélyes terve a vállai portálnak, és pályázunk arra, hogy ez meg is valósuljon, és életre tudjuk hívni ezt a vállai portált. A 2024-es tervek között újabb állandó kiállítást, valamint egy falusi patika kialakítását is tervezi a Skanzen.